Nos, sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai előadásunkon. Ugye az emberi erőforrások jövője a mesterséges intelligencia és a HR a témája ennek a mai előadásnak. Én pedig Hegyi Halmos Núra vagyok, és a Pedagógiai és Pszichológiai Kar felnőttképzés Képzés Kutatási és Tudásmenedzsment Intézetében dolgozom. És a témából is talán kitalálták, hogy elsősorban az emberi erőforrás tanácsadó képzésünk kell kapcsolatosan tartom ezt az előadást ma, tehát amikről, ami ilyenekről akkor tanulhatnak elsősorban, hogyha az emberi tanácsadóképzésünket, tanácsadó képzésünket, vagy az emberérőforrások alapszakunkat, illetve még a közösségszervezés alapszakunkon is érintünk azért emberérőforrás erőforrás menedzselés, emberérőforrás fejlesztés témákat. Mivel ugye a hátam mögött a Kivetítő, az meg nagyon pici, ezért néha majd így a papíromban is nézem, hogy éppen hol tartok a, a, az előadással. No, ugye a mai előadásban miről is szeretnék beszélni. Ugye elsősorban arról, hogy a, a mesterséges intelligencia az milyen területeken jelenik meg az életünkben, és milyen területünkben segíti az életünket, hogyan tudjuk azt felhasználni. Uh, hogyan tudjuk hatékonyan felhasználni, és hogy mennyire kell tőle félnünk egyáltalán, vagy kell -e tőle félnünk. Ugye, ma már tudjuk azt, hogy a mesterséges intelligencia itt van, a mindennapjainkat is áthatja. A hétköznapokban is egy csomó mindenben segít nekünk, és a munkánkban is egy csomó mindenben segít nekünk. Így az emberi erőforrás tanácsadás vagy emberi erőforrás menedzsment területén is bizony jócskán találkozhatunk a mesterséges intelligenciával. Van egyfajta ilyen. A félelmünk is vele kapcsolatban természetesen, mert hogy egy csomó területen kiváltja a mi munkánkat, kiváltja a mi feladatunkat, tehát az embernek a feladatát. Kérdés, hogy féljünk-e a mesterséges intelligenciától, illetve lássuk, hogy egyáltalán mit tudunk róla. Elsősorban egy olyan jelenségről szeretnék beszélni, ami ugye a mesters, az ipar 4.0-nak a kérdése kérdésköre. Az ipar 4.0 az gyakorlatilag az információs technológia és az automatizálásnak az egyre szorosabb összefüggéséből létrejött mondjuk, hogy negyedik ipari forradalomként is nevezik, ugye ezért ipar 4.0, hogyha sorba vesszük az ipari forradalmakat, miért ez a negyedik ipari forradalom, és milyen másik ipari forradalmakra épül ez a negyedik, akkor ugye először ott van az 1700-as évek végén, amikor a gépesített szövőszéket feltalálták, és ezzel nagyban változott az iparnak a képe. Aztán az 1870-es években elektromos hajtású gépeket kitalálták, ami segítette azt, hogy a munkamegosztásban, munkamegosztás tekintetében a tömeggyártásra át tudtak állni. Aztán a 70-es években történik, már 1970-es években történik a harmadik ipari forradalom, ami pedig az elektronikai és számítástechnikai Gépeknek és megoldásoknak a megjelenésével köthető párhuzamba, és a negyedik ipari forradalom pedig az, amit most élünk, vagyis amikor az automatizáció és a robotizáció egyre jobban áthatja a mindennapjainkat. Robotok, automata rendszerek, drónok, mesterséges intelligencia, ez mind-mind itt van, nem csak, a, mint mondtam, a hétköznapjainkban, hanem a munkánkban is. Az a kérdés, hogy annak érdekében, hogy mi mégis a munkaerőpiacon el tudjunk helyezkedni, és hatékonyan tudjunk dolgozni, annak érdekében nekünk egyébként milyen tudásra lesz majd szükségünk, egyáltalán milyen munkavállaló az, aki ebbe a rendszerbe, ebbe sikeresen tud majd megjelenni a munkaerőpiacon. Változik-e az, hogy milyen, változik-e ez a munkaerőpiac? Ugye a robotizációnak a megjelenése már nem a jövő. Ha a képet nézik, és azt látják, amit én is, igen, ha a képet nézik, akkor látjuk, hogy a robotizáció az bizony ott van a munkaerőpiacon. Csupa olyan képet látnak, amiben. Robotok vannak, robotok végeznek valamilyen olyan feladatot, amit akár korábban ember vagy emberek is elvégezhettek. Ugye látna, látnak egy automatizált gépsort, ami a, egy autógyárban, ahol gyakorlatilag, hogyha közelebbről látnak a képet, akkor egy darab embert nem látnak rajta. Tehát automatizált robotok rakják össze az autókat, nem szükséges hozzá, hogy emberek kézzel tegyék ugyanezt, amit mondjuk száz évvel ezelőtt még emberek raktak össze robotok az űrkutatásban, ami, ami amnyiban segíti különösen a mi feladatunkat, a munkánkat, hogy ez például egy marsjáró robot, ami a képen van, ugye a marsra egyelőre embert eljutatni nem tudunk, maximum a skifi filmekben, tehát robotot viszont el tudunk juttatni és ez a robot rengeteg sok információval tud szolgálni a számunkra. Látunk még egy robotot, illetve robottechnikát műtőben, tehát a sebészednek a területét is tudja segíteni, illetve az orvostudományban is nagyon sokat tud segíteni. Olyat is lehet ma már csinálni, hogy az orvos, aki a műtétet végzi, az másik városban van, mint a beteg, akit éppen műt. Ő itt végzi a feladatokat, a mozdulatokat, és egy robot leköveti egy másik városban, akár a világ egy másik részén, és a beteg az ott fekszik egy, nem tudom, egy tokiói műtőasztalon, miközben az orvos pedig New Yorkban műti a beteget. A negyedik kép pedig egy felszolgáló robot egy étteremben, ez is egyébként egy japán étteremben dolgozik ez a felszolgáló robot, leülünk az asztalhoz, Benyomkodjuk az ott lévő beépített tableten azt, hogy mit szeretnénk enni, és pár perc múlva megjelenik ez a kis robot azzal a kajával, amit rendeltünk. Drónok! A drónok nem csak a szórakoztatásunkra, és nem csak a, a, szabadidő eltöltésben jelennek meg, hanem a drónok ott vannak az iparban is. Ugye mi a drón? A drón egy távolról irányítható légi jármű, amit először katonai célokra használtak, majd pedig a katonai célokról a mindennapi munkavégzésben, mindennapi tevékenységünkbe, és ugye a szabadidő eltöltésben is átkerültek a drónok, megjelennek a drónok. De hát emellett a játék funkció mellett, amit itt minden mindannyian ismerünk ilyen picike játék drónokat, amiket tudunk fotózni vagy tudunk videózni. Emellett az iparban, illetve a szolgáltató szektorban is megjelennek a drónok. Milyen drónokat látunk itt? Például van egy dj szállító drón ezeken a képeken, van egy pizzafutár drón, bizony van már olyan, ahol megrendeljük a pizzánkat, és nem a pizzás fiú kopog, hanem egy drón hozza ki a megrendelt pizzánkat. A drón kamerával, illetve a fényképezőgéppel az ismerős lehet, és a mezőgazdaságban is használnak drónokat. Térképészetben használnak drónokat nagyon-nagyon sok területen találkozhatunk a drónokkal. Ami pedig minket még inkább érdekel, vagy még jobban érdekel, ez ugye a mesterséges intelligenciának a kérdése. A mesterséges intelligencia elnevezést egyébként 1956-ban használták először erre a jelenségre, ami jelenség a gyakorlatilag egy gép, egy gépről van szó, egy programról van szó, vagy egy mesterségesen létrehozott tudatnak is nevezhetjük, ami megpróbálja leképezni az emberi gondolkodást, tehát megpróbálja leképezni az emberi, emberi intelligenciát. Az emberi gondolkodást ö, ö, igyekszik, igyekszik helyettesíteni ez a, ö, ez a ö, rendszer. A magyarul ugye ME-nek is szoktuk nevezni, ö, angolul pedig, pedig az Artificial Intelligence-nek a, a rövidítése, az elnevezése. Mind a két elnevezést megtaláljuk akár magyar szakirodalomban, illetve magyar szakirodalomban értelemszerűen nemzetköziben kevésbé jelenik meg magyarul ez a, ez a kifejezés vagy elnevezés. Ugye milyen területeken alkalmaznak mesterséges intelligenciát, nagyon sok területen, magunk sem gondolnánk, hogy mennyi, mennyi területen van jelen a mesterséges intelligencia, mindennapjainkban is, ugye logikai játékokban, automatikus programozásban, robotikában, képfelfogó, beszédfelismerő rendszerekben, mindenféle, ahol szimbolikus számításokat kell végezni, és analitikus módon végzi ezeket a tevékenységeket a mesterséges intelligencia. Egy nagyon röviden a mesterséges intelligenciának a történetét, hogyha ha felvillantanám, vagy felvillantanánk, igen. Ugye a mesterséges intelligenciának a létrejöttének az alap követelménye az az volt, hogy a mechanikai, vagyis a technikai alapok azok rendelkezésre álljanak, vagyis az elektronikai számítástechnikai rendszerek azok rendelkezésünkre álljanak. Hogyha ilyen mérföldköveket nézünk a mesterséges intelligenciának a fejlődésébe és fejlesztésébe, akkor az 50-es évekre, 1950-es évekre a technikai alapok azok a rendelkezésünkre állnak, tehát tudunk olyan gépeket létrehozni, amelyek parancsra bizonyos cselek, cselekvéseket ö, ö, megtesznek. Ez az, ez az alapja a mesterséges intelligenciának. Később ezeknek a parancsoknak történik az automatizálása, és ö, ö, méghozzá az, az automatizálás ez úgy zajlik, hogy megpróbáljuk az emberi gondolkodást, az emberi intelligenciát leképezni, és megtanítani a gépet arra, hogy úgy próbáljon meg gondolkodni, ahogy egy húsvér ember gondolkodik. Még 1950-ben egyébként készült egy úgynevezett Turing teszt, amelyik teszt azért jött létre, Ellen turing a nevéhez fűződik, mindjárt vissza fogunk még térni részletesebben erre a tesztre, ami egy tesznek egyébként az volt a célja, hogy megkülönböztethető-e a mesterséges intelligencia és az élő embernek az intelligenciája. Mindjárt visszatérünk rá, csak megnézzük még, hogy, milyen fontos mérföldkövek vannak még a mesterséges intelligenciának a fejlődésében. Ugye azt már említettem az előbb, hogy 1956-ban jelenik meg először ez, az elnevezés. 1969-et szokták még egy fontos mérföldkőnek nevezni, amikor a séki nevezetű általános robot megjelenik, aki már tud cselekvések, tehát tud különböző parancsokra olyan cselekvéseket végrehajtani, amelyeket az ember szeretne, hogy végrehajtson, sőt, egy minimális intelligenciával is rendelkezik. Aztán a 80-as, 90 es években pörög föl nagyon ennek a területnek a fejlődése, amikor ugye a digitalizáció is fejlődik igen erőteljesen. 1997-ben először történik meg az, hogy egy szakprogram az megveri az éppen aktuális sakvilágbajnokot. Tehát a mesterséges intelligencia olyan magas szintű gondolkodásra képes, hogy, 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 képes megverni az éppen aktuális csak világbajnokot. Ugye az algoritmusok egyre gyorsulnak, ez azért is annak is volt köszönhető, mert az algoritmusok egyre gyorsultak, és egyre hatékonyabban voltak képesek, vagy volt képes a mesterséges intelligencia tanulni. Tehát nem csak, hogy az algoritmusokat bele tudjuk táplálni ezekbe a gépekbe, rendszerekbe, hanem ezek nagyon gyorsan képesek tanulni. 2016-ban a mesterség és intelligencia például már gójátékban is képes volt megverni az éppen aktuális legmagasabban rangsorolt játékot, és ö, miután ugyanennek a mesterséges intelligenciának csak simán a sok szabályait megtanították, utána már hatalmas fölénnyel vert meg bárkit pillanatok alatt ö, a sok játékban is. Ugye 2000, a 2000-es évek elején pedig a háztartásunkban is megjelennek, megjelenik a mesterséges intelligencia, hogy okos otthonok például, vagy egy robotporszívó, az mind mesterséges intelligenciával rendelkezik, de ugyanilyen mesterséges intelligenciával, vagy mesterséges intelligenciának köszönhetjük a beszédfelismerő rendszereket, az interaktív hangvezérlést, vagy pedig nagyon sok más egyebet, amivel a mindennapjainkban találkozunk. Ugye a bizonyos Turing-tesztről mondtam, hogy még beszélek egy picikét. Ugye Ellen Turingnak a neve az talán onnan lehet ismerős, hogyha látták véletlenül a Kódiácma című filmet, ahol ugye a Benedict Cumberbatch játszotta Ellen Turingot, és ott azt a az uh, egész világ számára rendkívül uh, hasznos tevékenységét öntötték filmbe, amikor a, az enigmát megfejtette, tehát a német titkosító berendezést megfejtette, de ezen kívül nagyon sokat gondolkodott a mesterséges intelligenciáról is, és ez a bizonyos, bizonyos, Turing teszt is az ő nevéhez uh, fűződik. Ugye mit, mire is hivatott ez a teszt? Arra hivatott a teszt, hogy megállapítsa egy gépezetről, hogy, hogy az képes -e olyan válaszokat adni, a, egy ember számára, hogy az, az ember el tudja dönteni, hogy a másik oldalon egy gép van, vagy pedig egy ember van. Azért hívják ezt Turing tesznek, mert öt Leültetnek egy embert egy gép elé, és elkezd beszélgetni, egyrészt egy géppel, egy mesterséges intelligenciával, másrészt pedig egy élő emberrel, és öt perce van arra, hogy eldöntse, hogy éppen Mesterséges intelligenciával beszélget, vagy pedig élő emberrel beszélget. Turing egyébként azt mondta, hogy szerinte körülbelül a 2000-es évekre létre fognak tudni hozni olyan mesterséges intelligenciát, ami átveri az embert. Egyelőre nem hoztak létre olyan mesterséges intelligenciát, ami átveri az embert. Tehát egy idő után az ember felismeri, hogy mesterséges intelligenciával beszélget, és nem élő emberrel. Tehát még talán akkor van remény, és nem, veszi át a, nem veszik át a robotokat. A, az embereknek a helyét, vagy nem veszik át a hatalmat a világban, mert egyelőre nem sikerült olyan mesterséges intelligenciát létrehozni, amelyik ezen a bizonyos Turing-teszten átment volna. Ezzel együtt ugye mindig felmerül a kérdés, hogy kezdjünk-e agódni a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Erre azt szokták mondani általában a tudósok, hogy a mesterséges intelligenciának a létrehozásához Szükséges emberi intelligencia is folyamatosan fejlődik. Így egyenlőre mondhatjuk azt, hogy valóban csak a kifi filmek sajátjaként marad meg az a jelenség, amikor a mesterséges intelligencia átveszi a ö, hatalmat az ember felett. Mire képes általában egy mesterséges intelligencia? Képes a párbeszédre, tehát képes velünk beszélgetni, képes ismert és újonnan hallott információkat tárolni, tárolt információk alapján igyekszik a feltett kérdésekre ugye, megadni a válaszokat, képes következtetéseket levonni, mert megtanulta, hogy milyen kérdés, milyen válasz, milyen kérdés, milyen válasz. tud... Valamilyen minimális szinten adaptálódni az új környezethez, az új körülményekhez, képes objektumokat észlelni, és képes akár objektumokat mozgatni is. Mi az, amire nem képes a mesterséges intelligencia legalábbis egyenlőre? aztán meglátjuk majd, hogy hogyan zajlik a, a mesterséges intelligenciának a fejlesztése. A mesterséges intelligencia tehát algoritmusokkal működik, vagyis az értelmével igazából azt nem fogja fel, hogy ő mit csinál hanem algoritmusoknak megfelelően végzi az éppen beprogramozott tevékenységét. Ugye nem képes érző, empatikus módon kommunikálni velünk, nem tud másokra odafigyelni, nincs érzelmi intelligenciája, egészen egyszerűen, emellett pedig a kreatív viselkedésre sem képes, vagy legalábbis minimális szinten képes a kreatív viselkedésre, nem tud például művészi értéket befogadni. Tehát nem ez a fajta dimenzió, Ez a számára egyelőre nem ö, nem nyitott. Tehát nem, nincs érzelmi intelligenciája, nem tudja beleélni magát másnak a helyzetébe, nem tud szorgalmas vagy nem szorgalmas lenni, mert annyira tevékeny, amennyire Beprogram, beprogramoztuk, hogy tevékeny legyen, nincs képzelőereje, nincs akaratereje, és nincs úgynevezett innovatív készsége sem. Ugye nézzük, hogy a mesterséges intelligencia hogyan jelenik meg a a mindennapjainkban, ugye mindannyian ismerjük valószínűleg ezeket a, ezeket a, most már mindennapjainkat átszövő, átszövő eszközöket, okostelefonokat, okostévéket, robotporszívókat, chatbotokat, amik a mindennapi életünknek a része, ugye a Siri Például egy tipikusan mesterséges intelligencia, az apple a személyi asszisztense nemcsak, hogy a beszédünket felismeri, de bizonyos kérdésekre tud nekünk válaszolni, tud nekünk segíteni, bizonyos parancsokat el tud végezni. Az Alexa az Amazonnak ugye az okos otthon fejlesztése, amelyik tudja szabályozni a világítást, a fűtést, a klímaberendezéseket nagyon sok mindent tud vezérelni a ö, lakásunkba. Ugye a Tesla nak az önvezető autójának az alapja is a mesterséges intelligencia. A Netflixnek a keresőmotorja is ö, egyébként... Ö, alkalmaz mesterséges intelligenciát, amikor bekapcsoljuk a netflix Netflixet, akkor nem, nem mindenkinél ugyanaz dobja föl először, hanem pontosan tudja azt, hogy annak, aki éppen bekapcsolta, amilyen felhasználó névvel bejelentkezett, ő neki milyenek a film preferenciái, és azokat fogja kidobni először, amiket várhatóan az, aki a felhasználó nevével bejelentkezett, az éppen ő neki az lesz jó. Tehát rögtön ajánl nekünk valamit. Tehát Netflix is dolgozik ilyen mesterséges intelligenciával. Ugye a Sofia volt az első, hogyha láttak a Youtube-on, nagyon sok videót lehet látni, amikor Sofia beszélget, a, beszélget egy, egy riporterrel, és egyébként egészen ijesztő. Nézzék meg, vagy nézzenek utána. A Youtube-on meg lehet találni az első olyan állampolgársággal is rendelkező humanoid robot, amelyik, amelyik szintén mesterséges intelligencia az alapja, vagy hát mesterséges intelligenciával működik. És végül pedig a chatbotok, már nem tudunk olyan online web shoppa fölmenni, tudunk nyilván, de azért a legtöbbje olyan, ahol rögtön fölugrik egy Ablak, hogy miben segíthetnek. És akkor az ember így megnyugszik, vagy legalábbis a nagymamája, megnyugszik, hogy fú, na, itt egy ember tudok vele beszélgetni. Nem, nem ember ül a másik oldalon, hanem bizony mesterséges intelligencia. A marketing kommunikációban használják ezeket a chatbotokat, amikor folytathatunk beszélgetést, persze felhasználóként, de egy idő után valószínűleg, hogyha nagyon fogas kérdéseket teszünk fel neki, akkor vagy ki is írja, hogy nem tudok válaszolni, mert én nem egy ember vagyok, hanem csak egy chatbot, de van, amikor egyszerűen bedobja a törülközőt, hogyha úgy van, úgy van programozva, és nem válaszol a kérdésünkre. Nos, a mesterséges és intelligencia és a HR hogyan jelenik meg? a humán erőforrás menedzsmentben a mesterséges intelligencia. Ugye mi az, ami, először nézzük meg azt, hogy milyen feladatok jelentkeznek egyáltalán a humán erőforrás menedzsmentben, és akkor ezekben a feladatokban hogyan tud nekünk segíteni a mesterséges intelligencia. Ugye azokat az alapfeladatokat írtam ide fel erre a diára, amik alapfeladatként minden szervezetben egy humán erőforrás részlegen megjelennek. Ilyen a munkahelyi adminisztráció, vagyis adminisztrálja valaki azt, hogy hány munkavállalónk van a munkavállalóknak az alapadatai, neve, születési címe, stb. képzettsége, hány tanfolyamon vett részt, milyen nyelvvizsgája van, mennyi a fizetése, mikor volt szabadságon, mi van a munkaszerződésében, mi van a munkaköré tehát az alap HR adminisztráció. A második nagy csomag a feladatokban az magának a munkaerőnek a biztosítása, vagyis a toborzás, kiválasztás és a fejlesztés része, álláshirdetéseket adok közre, jelen vagyok ott is online, ugye ma már az álláshirdetések nem újságba, meg nem kiakasztva a sarokra szerepelnek, hanem például a közösségi médiát is nagyon szépen használják ma már a cégek toborzásra, milyen önéletrajzokat kell beküldeni? Azokat kezelni kell. Önéletrajzok alapján elő kell szűrni, utána behívom a jelentkezőket egy beszélgetésre, vagy teszteket töltetek velük ki, stb. És ha már felvettem a munkavállalót, a munkatársat, akkor pedig hogyan tudom őt fejleszteni, milyen képzésekkel küldjem én el, milyen képzési igényei vannak. Teljesítménymenedzsment, a már bent lévő munkavállalónak figyelem, hogy hogyan tudja ellátni a feladatait meg vagyok elégedve vele, nem vagyok megelégedve vele, fejlesztenem kell, vagy esetleg elbocsátom. Karrierépítés, belépett a fiatal tehetséges munkavállaló, hogyan képzelem el én az ő jövőjét, HR-esként, és ő hogyan képzeli el a saját jövőjét a cégén belül, leülünk, megbeszélünk, készítünk neki egy karriertervet. Ugye ez is egy nagyon lebutítva ennek a feladatnak a lényegét. Javadalmazási rendszerek kialakítása és működtetése, magyarul ki, menj, kinek, mennyi lesz a fizetése, és milyen egyéb más juttatás fog majd járni neki. És a munkavállalói élmény fokozása, amit ugye szoktak majd a well-being címszóval is nevezni, Ma nagyon fontos az, hogy meg tudjuk tartani a jó munkatársainkat. A jó munkatársainkat pedig akkor fogjuk tudni megtartani, hogyha igyekszünk az igényeiket kielégíteni. Jó munkakörülményeket tudok neki teremteni, és itt nem csak a fizetéséről, vagy nem elsősorban a fizetéséről van szó, hanem sokkal inkább mindenféle más egyéb munkakörülményeiről, feladatairól, és akár a... a akára rekreációjának, vagyis a feltöltődésének a segítéséről. Mindegyik feladat, mindegyik tevékenység az ma már támogatható mesterséges intelligenciával, a hár az mindig igazodik egyébként a körülményekhez, igazodik a külső körülményekhez is, így a hárban is egyre nagyobb szerepet tölt be a mesterséges intelligencia, hiszen ugye az abszolút rutin feladatokat, azokat el tudja látni, azokat meg tudja csinálni. Mik ezek az abszolút olyan rutin feladatok, ahol már most nagyon nagy számban jelenik meg mesterséges intelligencia. Ugye ilyen először a toborzás Taborzásban a tudás alapú keresőmotoroknak a használata. Vagyis nem csak úgy beírom a Google-ba, hogy nem tudom, én most éppen egy pénztárost keresek mondjuk egy pénzintézetbe, HR-esként, hanem vannak olyan lehetőségek már, ahol mesterséges intelligencia segítségével nekem nagyon pontosan fogja le feltérképezni a piacot a, a mesterséges intelligenciám, és egy sokkal összetettebb kereséssel fog tudni nekem, sokkal inkább célirányosan keresni olyan típusú munkavállalókat, akire nekem ö, szükségem van. Ilyenkor nem csak konkrétan arra az adott szóra keres a mesterséges intelligencia, hanem szinonimákra, kapcsolódó tartalmakat is keres. Tehát sokkal okosabban keres, mint egy sima... Ö, mondjuk Google keresés. A második az alkalmazottak interaktív önkiszolgáló tájékoztató rendszere, ezek általában chatbotokkal működnek, de ugyanígy az adminisztráció is van egy, ma már a legtöbb cégnél egy ilyen interaktív önkiszolgáló rendszerben működik, tehát például azt, hogy szabadságra szeretnék menni, azt egy multinacionális cégnél általában egy erre rendszeresített uh, nyilvántartó adatbázisba kell saját magamnak elküldeni, bejelölni, amit aztán vagy a főnököm, vagy pedig az a mesterséges intelligencia visszajelez, hogy akkor mehetek, vagy nem mehetek, és hogy mehetek. A önéletrajz adatfeldolgozásnak az automatizálása. A, az önéletrajzoknak a jelentős része ma már nem papír alapon érkezik egy céghez, hanem különböző ö, helyekre kell nekem feltöltenem, vagy pedig mondjuk a professionről töltik le a, a cégek az én önéletrajzomat. Vagyis megvan elektronikusan. Vagyis nem nekem hr ként kell végigböngésznem egyesével az önéletrajzokat, hogy biztos, hogy jó-e az a az az önéletrajz arra a munkakörre, amire éppen keresek, hanem a mesterséges intelligencia megteszi ezt helyettem, és szépen előszűri. És csak azokat fogja nekem elémtenni, amik átmentek az ő előszűrésén. Tehát ebben is tud nekem segíteni. A feladat kiosztás genetikai algoritmusokkal, ez egy nagyon érdekes dolog, olyan... olyan munkaterületeken, ahol mondjuk beosztások vannak, úgy értem a beosztásokat, hogy különböző időbeosztásokban dolgoznak a, a munkatársak, ki mikor ér rá, ki, kinek mikor, kit mikorra tudok beosztani. Ezeket nem kockás papíron kell sakkozgatva végigcsinálnia egy munkatársnak, hanem a mesterséges intelligencia, intelligencia segít ebben a beosztásban, megnézi azt, hogy kinek milyenek a képességei, milyen költséget jelent, hogyha éppen ő dolgozik, milyen kompetenciái vannak, és milyen egyéni preferenciái vannak. Tehát például egy több gyerekes anyát, azt nem fog beosztani karácsony előtti délelőtre dolgozni, mert tudja, hogy, hogy, az egyéni preferenciái között az nem általában valószínűleg nem szerepel, hogy a karácsony délelőttjét azt még a munkába töltse. Meg tudja ezt csinálni ember is, csak egy mesterséges intelligencia, sokkal gyorsabban. A legtöbb középiskolában egyébként például az órarendeket is már mesterséges intelligencia csinálja. Tehát nem az igazgató helyettes néni üdögél és tologatja jobbra-balra a tanárokat meg a matematika órát, hanem mesterséges intelligencia. Tehát a kréta, meg a nem tudom mi, ezek ezt mind meg tudják csinálni. Az kérdés, hogy használják-e, de meg tudja csinálni. Képzések digitális platformokon, azt hiszem, hogy erről sokat nem kell beszélni másfél év Covid után, hogy ezek a, azok a rendszerek, amiken nagy valószínűség szerint önök is tanultak, és amiben az egyetemen is tanulunk, a Canvas, a Moodle, a ezeknek mind van mesterséges intelligencia funkciójuk. És ugye azok az integrált HR rendszerek, amik, amik, pedig kifejezetten az, az adminisztrációnak a kiváltására szolgálnak, tehát munkaszerződéseket tárolnak, azokat az adatokat tárolják, amik egy HR adminisztrációhoz szükségesek, munkaszerződéseket, szabadságokat, fizetési rendszereket, stb. Ezek ma már mind Ezeket mind a mesterséges intelligencia tartja számon, és azokon keresztül tudunk keresni benne. Tehát miért hasznos nekünk a mesterséges intelligencia, és miért nem kell félnünk tőle? Sokkal gyorsabban és könnyebben kezelhető folyamatok jönnek létre mesterséges intelligencia segítségével az eltérő dolgozói igényekhez sokkal jobban tudunk alkalmazkodni, személyre szabott módszereket tudunk alkalmazni, hatékonyabban és sokkal kevesebb hiba lehetőséggel dolgozik a mesterséges intelligencia, mint általában egy ember, és költségcsökkentést is el tudunk vele érni, hogyha Ugye a mesterséges intelligenciát használjuk, és nem pedig egy, egy munkatársat mindenre, illetve a munkatársnak fel tud szabadulni esetleg olyan kapacitása, ami nem kifejezetten ilyen jól algoritmizáló jól algoritmizálható feladatokhoz kapcsolódik, hanem mondjuk stratégiai feladatokhoz, meg kreatív feladatokhoz tud azokkal foglalkozni, és nem pedig az administratív feladatokkal. No, tehát akkor most ezért annyi mindent mondtam, hogy mi mindent tud csinálni a mesterséges intelligencia, hogy akkor ezek szerint jól elveszi nekünk a munkánkat, és akkor mi a fenét fogunk mi csinálni, milyen feladatok maradnak nekünk. De az, hogy bizonyos munkakörök megszűnnek, az nem egy új keletű dolog. Mindig volt ilyen a világban, hogy bizonyos munkakörök a különböző ipari forradalmakkal, azokkal szépen megszűntek, és újabb és újabb munkakörök jöttek létre. Tehát mindig voltak olyan, olyan feladatok, amik megszűntek, vagy átalakultak, és aztán lettek olyanok is, amik újak alakultak helyettük. Ha megnézzük megint csak ezeket a képeket, a nagy, az egyik nagy képen látunk egy telefonos kisasszonyt, aki pont a keze nem látszik, de még talán igen, amikor úgy telefonáltunk még, hogy föl kellett hívni a központot, a központba egyik dróttal, a másik dróttal összekötötték azt a két embert, aki beszélni akart, és a, ő volt a telefonos kisasszony, aki összekötötte, és amikor összekötötte, akkor csörgött a másik oldalon, és akkor tudtam vele beszélni. Ugye ma ilyen munkakör nincsen. Látunk itt a itt a tekebábuk mögött egy gyerekeket, gyerekek térdelnek, ők tekebábú állítók. Tehát amikor még nem volt automatizálva az, hogy szépen fölhúzta a tekebábukat és visszaállította, akkor gyerekeket fizettek azért, hogy állítgassa vissza szépen a tekebábukat a játékosoknak. Van itt egy ember aki serényen dolgoznak sokan, és ő pedig fölöttük üldögél és olvas. A serényen dolgozók ők egy dohánygyárban dolgoznak egyébként, és szivarokat állítanak elő, szivarokat készítenek, és a bácsi, aki pedig ül és olvas nekik, ő neki úgy hívták a munkakörét, hogy lelkesítő felolvasó. Tehát ő azért Ült ott és azért olvasott, hogy ne unják magukat halára ott a dohánygyárban a, a dolgozók, hanem ő folyamatosan szórakoztatta őket hírekkel, meg különféle történetekkel. Ugye a rádió még akkor nem annyira volt, tehát a lelkesítő felolvasó volt, aki szórakoztatta őket. Ugye a lámpagyújtogatót meg talán a kishercegből mindenki ismeri, ilyen lámpagyújtogató munkakör sincsen ma, ma már. Tehát mindig voltak olyan munkakörök, amik megszűntek, nem kellettől ettől kétségbe esni, a változás az viszont kétségtelenül lényegesen gyorsabb ma, mint száz évvel ezelőtt. A, mit mondanak a jövő kutatók a jövő munkaköreiről? A jövő kutatók azt mondják, hogy, hogy 10 év, kb. 10-15 év múlva nem lesz olyan munkakör, legalábbis a fejlett világban, nem lesz olyan munkakör, ahol nehéz fizikai munkát kell végeznünk, mert mindent meg fognak csinálni helyettünk, meg fogunk tudni csinálni gépekkel. Nem lesz olyan munkakör, amelyik adatokkal dolgozik, mert az algoritmusok meg fogják csinálni helyettünk. Semmi olyan tevékenységet hát nem fog ember végezni, ami algoritmizálható, vagy automatizálható, vagyis algoritmusokkal leírható. Tehát, például olyan foglalkozások, mint a adminisztrátor, a könyvelő, az adatelemző, a bróker, a sofőr, a futár, az mind megszűnhet akár. Ugye itt az önvezető autók elterjednek, akkor nincs szükség sofőrre. Se taxisofőre, se kamionsofőre, se bussofőre. Kicsit gondoljuk végig, hogy ez hány embernek a munkáját jelenti. Nyilván nem fog ez ilyen gyorsan megszűnni, már csak azért sem, mert a munkaerőpiacon olyan olyan problémát okozna ezeknek az embereknek a megjelenése a munkaerőpiacon, hogy ez önmagában vissza, visszafogja, vagy vissza fogja fogni az, önvezető autónak az önvezető autóknak az elterjedését, de elméletileg lehetne, hiszen a technika, a technológia ott van mögöttünk. Szintén a jövőkutatók mondják azt, hogy ha megkérdezünk ma tíz darabovodást, hogy milyen foglalkoznak, mik lesznek, ha nagyok lesznek, mivel fognak majd foglalkozni, akkor körülbelül a 60-70 százalékuk nem fog tudni releváns választ adni, mondani fog valamint, de 60-70 százalékuknak olyan munkakörük lesz, olyan állásuk lesz, ami ma még nem létezik. Tehát biztos mondanak majd valamit a mai foglalkozások közül, de annyira gyorsan változik a foglalkozási struktúra, hogy több mint a felüknek olyan állása lesz, ami ma még nincsen. Aztán vannak olyan jövőkutatók is, akik azt mondják, hogy a jövő gyárában egy darab ember és egy darab kutya fog dolgozni. Mit gondolnak, hogy mi lesz a dolga a kutyának, és mi lesz a dolga az embernek? Kutyának? Mi lesz a dolga? Kit lelkesít, hát egy ember van ott, meg egy kutya. Na, mit csinál a kutya? Mit csinál általában egy kutya? Jó, hát őrzi. Őrzi a gyárat a kutya. Hogy ne menjen közel senki. És mit csinál az ember? Eteti a kutyát, így van. Na, ez a megoldás. Na no, hát elég kétségbejtő a helyzet, de hol lesz szükség mégis olyan. olyan, olyan tehát hol, hol fogunk tudni mégis mi még emberek dolgozni, hol lesz szükség továbbra is élő munkaerőre? Ugye ha ennyi robot, automatizált cucc, meg algoritmus, meg mesterséges intelligencia, akkor azokat valakinek ki kell találni, meg fejleszteni kell, meg... Meg aztán valamilyen formában önteni, mert ugye azok a robotok is milyen kis helyesen néznek ki, hát azt valakinek ki kell találni, hogy hogy nézzen ki, meg kell építeni, stb. Tehát a szoftver és mesterséges és intelligencia fejlesztés területén biztos, hogy szükség lesz továbbra is élő munkaerőre. Minden olyan területen, szükség lesz szintén élő munka előre, ahol a másik embernek a segítése, támogatása van a fókuszban. Tehát akár fizikai, akár lelki értelemben gondolunk másik ember támogatására, tehát orvostudomány, pszichológia, stb. Illetve minden olyan területen, ahol kreativitásra van szükség. Néhány ilyen munkakört felsoroltam ide, de tényleg csak a pont-pont-pont az azt jelöli, hogy van még azért ilyen munkakör, de tehát ilyen a szoftverfejlesztő, az építész, a különböző mérnök tevékenységek, ilyen lehet például az ipari forma tervező, az egészségügyben dolgozók, orvosok, nővérek, fogorvosok, állatorvosok, gyógytornászok, csontkovácsok, stb. A lelki támogatást nyújtók, pszichológusok, terapeuták, tanácsadók, papok, lelkészek, rabbik, illetve azok, akik a művészettel foglalkoznak, művészetekkel foglalkoznak, vagyis a környezetünket igyekeznek megszépíteni. Festők, szobrászok, művészek, színészek, költők, zenészek, tanárok talán merjük remélni, hogy ők még megmaradnak, mint, mint élő munkaerő. A jövő munkavállalója egy 2017-es tanulmány szerint, amit a Dell Technologies rendelt meg, a jövő munkavállalójának a, így, így fog kinézni körülbelül, úgyhogy erre számítsanak, mire a munkaerő munkaerőpiacra kijutnak. Átlagos végzettségű munkaerő el fog tudni helyezkedni, de pontosan tudjuk azt, hogy a formális képzések, ezt itt jó helyen mondom, éppen jöjjenek egyetemre, de a formális képzések azok nem Nyilván segítenek abban, hogy el tudjanak helyezkedni, de amit a munkahelyükön csinálni fognak, azt nem a formális képzésekben fogják megtanulni, hanem, hanem, hanem inkább olyan alapszkilleket, tehát olyan alapkészségeket fognak tudni elsajátítani, ma már a felsőoktatásban is, amik segítik azt, hogy nagyon változatos területekre, nagyon változatos feladatokat ellátva tudjanak majd elhelyezkedni. Biztos, hogy rendelkezik nyelvtudással, az aki, tehát a jövő, munka, jö, jövő sikeres munkavállalója, több állásban dolgozik egyszerre. Ez a Dell azt mondja, hogy négy-öt állásban dolgozunk egyszerre. Tehát az a fajta hagyományos, határozott idejű, vagy határozatlan idejű, 8-tól 5 dolgozom típusú uh, munkakör, és ahova betettem a lábamat a pályakezdőként onnan fogok nyugdíjba menni, ez a fajta életút ez nem túlzottan valószínű, hogy önökre vár. Ettől majd persze a szüleik, meg a nagyszüleik, a szüleik már nem merők, már tudják, de a nagyszüleik kétségbe fognak esni, hogy ez hogy van kisfiam, hogy nincs egy határozatlan idejű, hogy, hogy nem lát, hogy, hogy, mi lesz utána. Ők ettől kétségbe fognak esni, mert ők viszont úgy szocializálódtak, és úgy szokták meg a munkaer, hogy ugye a biztos állásom legyen, aminek így nem látom a végét, ahonnan én megyek el, amikor akarok. Ugye most nem nem ez a világ fog valószínűleg beköszönteni, hanem inkább ilyen projekt alapú foglalkoztatás, ami sokkal inkább jellemző. A jövő munkavállalójánál a képességnek fognak számítani. Tehát nem az, hogy milyen végzettséggel rendelkezünk, hanem az, hogy mit tudunk, mire vagyunk képesek. Azt fog számítani, hogy, hogy bárhol és bármikor tudjon dolgozni. Mondjuk ezt is kipróbálhattuk most az elmúlt, elmúlt, időszakban. Nagyon nagy számú lesz az önfoglalkoztató, tehát a vállalkozók, akik különböző munkákra és feladatokra szerződnek. És 2017-ben még sehol nem volt a Covid, de már akkor azt mondta el, hogy értelmét fogja veszteni az, hogy munkahelyre bejárok. Valamit láttak, úgy látszik előre. Tehát úgynevezett agilis munkavállalókra vállalókra lesz majd szükség akik minden eddiginél könnyebben és gyorsabban tudnak tanulni, és rugalmasabban tudnak meg, megfelelni az új technológiák adta követelményeknek. Hogy konkrétan milyen, ugye az előbb is azt mondtam, hogy skillekre, tehát milyen készségekre lesz majd szükségünk, a Mottó az a rugalmas alkalmazkodás. Hát képes legyek a nagyon gyorsan változó világhoz nagyon rugalmasan alkalmazkodni. Önök már szinte ebbe születtek bele. Tehát az önök számára valószínűleg ez könnyebben fog menni, mint például az én generációmnak megy vagy ment. Mi az, amire szükségük lesz? Komplex probléma megoldó képességre, a kreatív gondolkodásra, Mindennapi kreativitásra, ugye itt is a rugalmas gondolkodás, folyamatosan, folyamatos proaktív hozzáállása a dolgokhoz. Az együttműködésnek a képessége, mert speciális tudásokat fognak majd szerezni. Egyedül, magukban nem fognak tudni helyzeteket megoldani, mert szükségük lesz egyik, másik, harmadik társoknak a tudására, készségeire. Ezért az együttműködésnek a képessége az nagyon-nagyon fontos lesz, egész biztos, hogy felértékelődik. Az érzelmi intelligencia és az empátia, a döntésképesség, az, hogy szolgáltatói gondolkodásmóddal gondolkodjunk, tehát amit a másik embernek, azon gondol, hogy úgy gondolkodjunk, olyan szemlélettel gondolkodjunk, hogy a másik embernek mit tudok tenni. Ugye ez egy ilyen szolgáltatói szemléletmód rugalmasság és az úgynevezett kejfeljancsiság, vagyis hogy ne essünk kétségbe akkor, hogyha valami nem sikerül, vagy valahol. Valami most nem úgy történt, ahogy, ahogy arra számítottunk, és egy kicsit megfeküdtünk, hanem legyünk képesek újra felállni, mert muszáj újra felállni. Gyakorlatilag az, ami a Önöket egymástól meg, meg fogja tudni különböztetni a munkaerőpiacon. Azon kell gondolkodni, hogy mi is ez. Hogy, hogy proaktívabb legyek, gyorsabb legyek, mint a többiek. Miben vagyok jobb, miben vagyok több, mint, mint mások. Mert mindenkinek van egy csomó jó tulajdonsága. Azt kell megtalálni, hogy mi az, ami nekem az erősségem. És végezetül pedig, mit javasolnak szintén a jövőkutatók, hogy mit és hogyan tanuljunk. Uh, legyünk nyitottak a világra, és legyünk kíváncsiak. Akarjunk megismerni minél, minél több dolgot, tájékozódjunk folyamatosan a világnak a, a folyásáról. Uh, tudjunk Ismerjünk idegen, már nem csak nyelvet van odaírva, hanem nyelveket. Ugye ebből a szempontból azért, hogy itt kis hazánkban kicsit hátrányos helyzetben vagyunk, mint mondjuk akiknek az angol az anyanyelvük. Tehát nekünk muszáj a magyar nyelven kívül legalább egy idegen nyelvet, de most már sokan azt mondják, hogy két idegen nyelvet ismerni, és abból az egyik az angol legyen a kettőből. Tanuljunk gyorsabban, mint a környezetünk. Az egész életünkön át tanulnunk kell. Ugye a lifelong learning szemlélet ma már egy azt gondolom, hogy alap, tehát mindenki tudja azt, hogy nem fog befejeződni ott a tanulás, hogy leérettségizett, vagy ott a tanulás, hogy mondjuk megszerezte a diplomáját, vagy megszerezte a szakképzését, hanem bizony folyamatosan és megállás nélkül tanulniuk kell majd. A legtöbb cég az figyel is arra, hogy a munkavállalói azok tanuljanak, fejlesztük, fejlődjenek, hiszen iszonyú gyorsan lesz elavult a tudásuk. Uh, alkalmazok az öt órás szabát, szabályt. Ezek a már nem annyira fiatal emberek, akiket felsoroltam a uh, zárójelbe, ők esküsznek erre a bizonyos öt órás szabályra. Ez az öt órás szabály pedig azt jelenti, de a linken majd meg tudják nézni, de ha beírják a YouTube-ra, hogy ötórás órás szabály Bill Gates, akkor ki fog jönni több ilyen uh, videó, hogy mit is jelent ez az öt órás szabály. Azt jelenti, hogy naponta minimum egy órát, de hetente minimum öt órát azt töltsünk tanulással. Valamilyen tanulási tevékenységgel. Ezt még mondjuk az ember, amikor gimnazista, akkor általában kénytelen megtenni, de meg az egyetemista, akkor azért, azért nem ilyen heti szinten, de mondjuk kampányszerűen a vizsgai időszakban biztos, hogy előfordul, hogy összejön az éves óraszám, de hogy felnőttként is. Mert hogy azt mondják, hogy ők minden nap egy órát tanulással töltenek. Leül és tanul. Vagy legalább akkor vagy hétvégén ötöt, tehát, hogy összejön az egy héten a, az egy-egy-egy-egy óra tanulás. És végezetül pedig, amit szintén javasolnak az, hogy ö, az tök jó, hogy a mai fiatalok nagyon sokat kommunikálnak egymással, de hogy ne cseten kommunikáljanak egymással párhuzamosan 8-10 ismerősükkel, hanem üljenek le és face-to-face -face beszélgessenek. Ugye az több kutatás is bizonyítja, hogy az innovatív és kreatív gondolkodást azt a személyes beszélgetés fejleszti, a csetelés nem fejleszti. Bármennyire is, akkor is beszélgetek, de ugye egy de ennek, olvassanak utána ennek mindenféle ilyen agybiológiai okai vannak, hogy az, hogy ha nekem van egy gondolatom, azt rögtön kimondom és Beszélgetek a másikkal egy folyamatos beszélgetésben, az egészen más, mint amikor nyomkorászom a, a telefont, és mire a gondolatomat átültetem, bár nagyon gyorsan írnak tudom, de átültetem, a, a, átültetem írásba, az addigra a lebutul egyszerűsödik, rövidebben írok, mert a fene akar ilyen körmondatokat leírogatni. Tehát, hogy sokat beszélgessenek sör mellett, emellett tamallat, de hogy sokat beszélgessenek személyesen, face to face mert az segíti a kreatív és innovatív gondolkodásuknak a fejlődését. És én nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, hogyha bármilyen kérdésük van, akkor még talán nem nagyon fér bele, de talán belefér.